következő időszakban kerékpárutak, óvodák, iskolák fognak fejlődni a megye területén, illetve gazdaságfejlesztési intézkedéseink is vannak, amelyek a következő időszakban jelentős mértékben fogják emelni a gazdasági növekedést a térségben. Iparterületeket is fogunk tudni fejleszteni, 4-5 számjegyű utak fejlesztése, járdák is fognak tudni megújulni, illetve olyan intézmények, amelyek a gazdaság életében szerepet játszanak és szükségesek. Bács-Kiskun megye nagyon jól teljesít a forrás felhasználás tekintetében. Az a nyitja ennek, hogy a megyei önkormányzattal nagyon jó a településeknek az együttműködése. A megye tud projektmenedzserként részt venni azokban a projektekben is, ahol egyébként lassabban menne az előrehaladás. Úgyhogy én ezt a mintát viszem jó hírként az országban mindenfelé, hogy nézzék meg, hogy hogyan működik a rendszer Bács-Kiskun megyében, és ezt kell folytatni. Egyébként több 100 millió forintról beszélünk, tehát csak a top 1800 milliárd forintja, és a top plusz legalább ennyi, valószínűleg több forrása területarányosan megérkezik a megyébe. Az RRF-ből, az Európai Újjáépítés Újítási Alapból a hitel része 6000 milliárd forint fölötti forrás kellene 2023. december 31-ig nekünk lehívni, és bepályázás után elkölteni, befektetni, beruházni. Ez ugye az azt jelenti, hogy 1500 milliárd körül éves, ha éves bontásba veszük. A regionális fejlesztési alapból és az ESZÁ-ból, a szociális alapból érkező források is ilyen 1500 milliárd forint fölötti éves forrásokat jelentenek, és ez még, hogyha a háború nem teljesedik ki, hanem a Bangladés stabilizálódik a politikai és a minden egyéb társadalmi helyzet itt Európa közepén, akkor azt mondhatjuk, hogy lesz annyi hazai forrásunk még majdnem minden évben, mindamennyit az Európai Uniótól fogunk kapni. Magyarán egy nagyon nagy komoly fejlesztési időszak előtt állhatunk. Bács-Kiskunnak a meglévő elgondolásai, tervei, céljai, kitűzései, ezek mind szerintem megvalósíthatóak, és ez ilyen értelemben látszani fog a vasútfejlesztéseken, az autóút, autópálya, útépítéseken, még a megmaradt nem felújított intézményrendszer építésén, és azok a vállalkozás fejlesztési munkahely megtartó és munkahely teremtő új és régebbi vállalkozások fejlesztésein, amivel Bács-Kiskun megye egészen és benne mondjuk nagyobban a délalföldi régió mind a három megyéje ki tud törni ebben a következő 5-7 évben abból az állapotból, ami a statisztikák szerint szerepel, a legutolsó sorok között vagyunk a regionális rangsorban. Az, hogy közösen sokszor együtt vagyunk, ez egy inspiráló lehetőség mindenki számára, és a többiektől tapasztalatot tud szerezni, hogy te hogy csinálod, a másik hogy csinálja, elmondom, hogy mi hogy csináljuk, és ebből kialakul a tanulásnak a lehetősége. Erre tudunk keretet biztosítani, lehetőséget biztosítani, úgy, hogy tényleg minden körülmény adott számára, ha neki van ehhez kedve, affinitása, akkor úgy megy haza egy ilyen polgármesteri fórumról, hogy sokkal bölcsebb, tapasztaltabb lett, mint előtte. Nagyon nagy segítséget tudtunk biztosítani a megye településeinek, különösen a kisebbeknek. Az ügyben, hogy el tudja képzelni mindenki azt, hogy az uniós pályázatok elszámolása, de hát egyáltalán a beadása, a megtervezése az egy óriási feladat, és nagyon szigorú feladat, és nagyon szigorú követelményei vannak. Mi ehhez, ezeknek a feladatok elvégzéséhez vettünk föl 21 néhány fiatal, szakképzett embert, akik segítenek, különösen még egyszer mondom, a kis településeknek. Mi voltunk Bács-Kiskun megye a 19 megye közül, ahol legnagyobb létszámú csapatot hoztuk létre, és a legtöbb projektet is ez a csapat csinálta meg. A következő ciklusban, ebbe a Top Plusznak átkeresztelt fejlesztési lehetőségekben is ugyanezt az eljárást követtük. Az előzőben is, most is leültünk kivétel nélkül minden egyes településvezetővel, hogy ők mit látnak a településükön, mi az, ami fontos, számukra fontos. Számukra fontos, és a legfontosabbakat megtesszük, és megcsináljuk, és meg fogják nyerni ezeket a pályázatokat, és ez azt jelenti, hogy kivétel nélkül mindegyik településünkön lesz fejlesztés. Hogy szokták mondani, az információ az nagyon fontos.
és itt mi, nem csak én, hanem a többi kollégám is, vagy kolléganők is, információt kapnak a hogyan továbbról ebbe a nehéz világba, különösen fontos, hogy lássunk, bár nagyon az az érzésünk, hogy egy nap vagy egy hónapig se látunk előre, de éppen ezért fontos, és bízom, hogy az eddig előadások is, meg ezután is ugyanezt fogjuk kapni, hogy hogyan tovább. Nagyon fontos. Nagyon komoly összetartó erő tud lenni egy ilyen összejövetel, nagyon komoly kapcsolatépítésről szokott ez szólni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a maga területén a kis tapasztalat, amit ilyenkor érdemes egymással megosztani. Én azt gondolom, hogy példaértékű és mintaértékű az a fajta kapcsolat, ami a megye és az önkormányzatok között van. Nagyon sok helyen meg szoktam fordulni, és mindig el szoktam mondani, hogy ez a Bács-Kiskun megyei kapcsolata, ahogy az önkormányzat és a megye áll egymáshoz, ez tényleg olyan kapcsolat, amiből más megyék is bőven tanulhatnának. Azok a topos pályázatok, amikről most itt beszéltek nekünk, hogy a jövő év elejétől már nagy valószínűséggel élesbe fognak indulni, azok óriási segítséggel lesznek a településeknek. Több energetikai projektünk van, turizmusfejlesztéses projektünk, útépítéseink vannak, konyhabővítés, úgyhogy bőven el vagyunk látva, hál' Istennek. Dolgozunk és tervezünk nagyon sokat. A megye a topos pénzek elosztója, ha szabad azt mondani, és Rideg László elnök úr azért szervezi ezeket, hogy mi tájékoztatva legyünk időbe mindenről. Ez egy nagyon jó dolog. A másik nagyon fontos dolog az, hogy ugye most azért elég nehéz időket értünk meg. Volt egy Covidunk, van most egy háborunk, egy energiaválságunk, és nem nagyon tudunk találkozni. És én most azt is nagyon fontosnak tudom mondani, hogy a kollégákkal most szinte minden szabadidőnket azzal töltjük, hogy megbeszéljük a napi gondjainkat. Most ugye az energiatakarékosság a legfontosabb kérdés, és konzultálni tudunk egymással, találkozni tudunk, és meg tudjuk azt beszélni, hogy ki, hogy és mint intézi a maga nehézkes ügyeit.